Még nincs lejátszva egy meccs sem, és senkinek sincs bérelt helye, mondta Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke országjáró sorozatának kaposvári állomásán. A Mi Országunk nevet viselő kampánysorozat ma a megye 4 településére jutott el. Bár a népszerűségi felméréseken sereghajtó a Demokratikus Koalíció, Gyurcsány Ferenc mai kaposvári látogatásán optimistán nyilatkozott a jövőről. Úgy véli, 2002-ben és 2006-ban is csak néhány tízezer szavazattal verte meg az MSZP a Fideszt, és most is szoros verseny várható. Mindenkire szükség lesz benne, de tartalmilag is arra a fajta keménységre van szükség, mint a Demokratikus Koalíció képvisel. Egyébként őszintén azt gondolom, ha külön kéne indulni, ne adja az Isten, akkor érdemben is messze meg fogjuk haladni az 5%-ot. Az együttműködésre készülő ellenzéki erők közös listát, közös megegyezést, közös képviselőket szorgalmaznak ahhoz, hogy felléphessenek a jelenlegi kormánnyal szemben. Ám a volt miniszterelnök nem elégedett az ellenzék munkájával. Május 1-i beszédében teszetoszának nevezte őket. Most azt mondta, sokkal keményebb fellépést várna el. Arról is beszélt, mi okozza a széthúzást a baloldalon. Két dudás nehezen fér meg egy csárdában, ahogy mondani szokták, és de két dudásunk van, két tehetséges fiatal ember ambícióval, Mesterházy meg Vajnai. Ez ma a legnagyobb dilemma, őszintén szólva. Az Együtt 2014 társelnöke Juhász Péter a könnyű drogok legalizálására vonatkozó törekvéseivel került az elmúlt években a figyelem középpontjába. Gyurcsány Ferenc úgy vélte, ezt meg kellett volna magyaráznia az Együtt 2014-nek a közvélemény felé, ám nem tették meg. Ezért ez itt maradt egyelőre támadási pontként, de ahogy látom, már azért nem a Juhász Péter, az R14 meghatározó arca, az R14 világosan közölte, hogy nem kíván puhítani a mai feltételeken. Azt hiszem, hogy nem ez lesz a legfontosabb politikai kérdés a jövőben. Kaposváron azonban a fontos kérdés lehet, hogy ki képviselheti majd a baloldalt országgyűlési képviselőjelöltként. Vajon Kolber István, vagy esetleg Lampert Mónika lesz a kiválasztott, netán egy harmadik? Meggyőződésünk, hogy őszig tető alá kell hozni az együttműködést, ki kell alakítani ezt a kiválasztási rendszert. Annak kell indulni, akinek legnagyobb esélye van, függetlenül, hogy melyik párthoz tartozik. A Demokratikus Koalíció országjárása folytatódik, de mint Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, még nem kampányolnak nagyon. Egyelőre beszélgetnek az emberekkel, meghallgatják, mit szeretnének.